Na, kispesteznünk egy kicsit. Adva van egy történelmileg elismert klub, ami éppen vergődik a másodosztályban, és na, még annak is felmerülhetett a veszélye, hogy az MB3-ba fog visszaesni. Tulajdonosváltás elé néznek, erről szólnak a hírek, és egy, hát azt mondom, hogy elég fontos mérkőzésre elutaznak egy vidéki városba, ahol nem számítanak arra, hogy a másodosztályban vergődő valamikori nagy klubnak, hát bizony vannak olyan szurkolói, akiket azért még érdekel a mérkőzés, és támogatni szeretnék attól függetlenül, hogy vergődik a klub, tehát támogatni szeretnék őket, a biztatásukkal jelezve, hogy ők ettől még milyen helyet foglal el a csapatuk, még a klub mellett állnak, még a színekért akár mindenre képesek. A biztonsági szolgálat, nem számítván erre, 11-12 emberrel vonul fel magába a stadionba. Nem számítanak a szurkolók frusztráltságára, nem számítanak arra, hogy azért szép számban lesznek majd ezen a mérkőzésen, egyáltalán nem számítanak semmire. Aztán, amikor valami kis hangoskodás van a stadionon belül a vendégszektorban, nem tudom pontosan micsoda, de nem ebből a szempontból ez nem is lényeg, megérkeznek a biztonságiak, hogy majd mi, akik itt helyben mindenkinek megmondjuk, hogy merre van az arra, megérkeznek a vendégszektorba, és szavukat kicsit alátámasztandó kivágnak egy viperát. Hát ugye nem számítanak arra, hogy ebben a szurkoló táborban azért vannak eléggé harcot viselt emberek, akiknek ez a hang, ez nem kicsit fölvágja a vérnyomását, és úgy gondolják, hogy most majd mi mutatjuk meg, hogy merre van az arra. És régi lovagi tornákat idézve megfutamítják az ellenséget, az ellenfelet, amiből aztán kitört egy kisebb fajta perpatvar, szerencsére úgy tudom, hogy legalábbis annyira komoly baja nem lett senkinek. Mi a történet tanulsága? Természetesen már tudom. Bizonyos sajtótermékekben megjelent. Hogy megint a szurkolók, hogy megint a biztonságiak, hogy megint a futball és a Orbán itt. Tehát ez lesz. Holott tulajdonképpen annyira kellett volna figyelni, hogy a biztonsági szolgálat vezetőjének fel kellett volna mérnie ezeket a különböző információkat. Tehát utána kell nézni. Nem csak kivezényelem az embereket, és majd lesz, ami lesz. Én elhiszem, hogy ezt a röplabda pályán nem lehetett megtanulni, de akkor nem kell vállalni ilyen pozíciót is. Ráadásul több olyan biztonsági szolgálati funkciót is ellát pályákon, ahol azért szükség lenne némi ismeretre. Én elhiszem, hogy azt fogja mondani, vagy azt mondaná, hogy én már évek óta ellátja ezt a feladatot, de ezek szerint mégsem, mert akkor ilyen hibákba nem esett volna bele. Tehát nehéz, én tudom, hogy nem könnyű kenyér a biztonsági szakma, de azért már ne spóroljunk mindenen. Ezeken a napi bérrel felvett embereken elhiszem, hogy a legtöbbet lehet spórolni. Nagyjából tudom is, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, de most nem fogok itt mindenféle tanmesét tartani abból, hogy ki fizet adót, meg ki béreli, és a többi. Ez szerintem ebből a szempontból sem érdekel senkit. Hanem az a lényeg, hogy az ilyen munkára odavaló embereket kell, megfelelő felkészültséggel, megfelelő információval és megfelelően megfizetett szakemberekkel kell dolgozni ilyen helyen, akik képesek ezeket a szituációkat megoldani, és nem azzal kezdjük, hogy kicsapjuk a viperát, majd megmutatom én címszóval. Hanem igenis meg kellene próbálkozni ez észszerű kommunikációval. Ha már nem mérték fel a helyzetet, hogy igenis ezzel a csapattal fognak jönni szurkolók is, ráadásul olyan embereket hoztam volna ki, akik nem az a lényeg, hogy néz ki, hanem hogy alkalmas erre a munkára. Magyarországon sem elég már csupán annyi, hogy valaki esetleg jól tudjon verekedni. Tehát ezt el kell felejteni a biztonsági szakmába. Az első számú szempont a prevenció, a megelőzés mindenhol. Olyan embereket kell alkalmazni, akik tudnak kommunikálni. Megfelelő az idegrendszerük, megfelelő az intelligenciájuk ahhoz, hogy esetleg szót értsen a szurkolókkal, nem is beszélve arról, hogy ezt a szubkultúrát is ismernie kell. Ez a munka is felkészültséget igényel.
Mert tulajdonképpen kiknek is ártunk ezzel a problémával. A szurkolói balhé mindig a labdarúgás össz megítélésének árt a legjobban. Ennek a része a szurkoló is, a biztonsági ember is, illetve az egész játék, a stadionon belüli élet. Tehát én elhiszem, hogy a szurkolóknak is önmérsékletet kell tanúsítani. Azt is tudom, hogy nagyon nehéz egy ilyen biztonsági céget fenntartani. De ha valaki erre nem képes, akkor még mindig lehet azt mondani, hogy én ezt nem tudom csinálni. A szurkoló nem tudja azt mondani, hogy ő nem tudja csinálni, viszont ő is ember, vele is lehet beszélni. Tehát ez legyen az első számú szempont, hogy próbáljunk meg kommunikálni a szurkolóval, de ahhoz ismerni kéne ezt a szubkultúrát. Azért mondom ezt többször egymás után, mert úgy látom, hogy ezzel nagyon sokan nincsenek tisztában itt a stadionok környékén. Tehát nem elég csak mondjuk kigyúrt embereket alkalmazni, nem elég csak az, hogy tudjon verekedni, hanem képes legyen mondjuk egy csapaterős mozgásra is. De hát mondjuk valakinek ezt a fogalmat kiejteni, még azt se tudja, miről beszélek. Tehát az sem megoldás, hogy csak rendőröket vezényelek ki, mert ez tényleg nem megoldás. De viszont a stadionba arra alkalmas embereket kell fenntartani ilyen munkára. Nem is beszélve arról, hogy a Kispest maga óriási gondban van, hogy mi válthatta ezt ki, ezt az egész dolgot, mert évek óta talán nem lehet hallani balhékról a stadionok környékén. Hát az válthatta ki, hogy megint hülyének nézték a szurkolókat, megint játékszernek tekintettek egy olyan nagymúltú történelmi klubot, ami nagyon nem érdemli meg, hogy így bánjanak vele. Megint olyan hülye gyerekek játszótere lett, akik csak azt látták az egészben, hogy lehet, hogy fogok egy jót ebből az egészből, megy, ameddig megy, majd kihasználom azokat a lehetőségeket, amit az állami támogatás nyújt nekem. Én azt gondolom, hogy külső szemlélőként ez jön le mindenkinek, és ha ez tényleg így van, mert mondom, nem nálam van a bölcsekköve, lehet, hogy nem így van, de én azt gondolom, hogy akik átvették a klubot, nem gondolták át ezt az egészet. Nagyon remélem, hogy nem az motiválta őket, hogy az állami támogatásokból szépen lehasítsanak magukból, hanem az még a jobbik verzió, ha elszámolták magukat. De vagy ez, vagy az, itt most nagyon nagy gondban van egy klub, ahol tulajdonosváltás lesz, vagy már van, de nem vagyok benne biztos, hogy a Diósgyőr volt tulajdonosa, a lehető legjobb választás lesz, mert lehet, hogy Csöbörből Vödörbe fognak érkezni. Egyet el lehet mondani, állítólag a Leistinger úrnál a fizetések legalább megérkeztek. De ott is gond volt a szurkolókkal való kommunikációval, ott is gond volt magával a biztonsági személyzettel, ahol ami jól mondta az egészségügy, tehát bármikor lehet rá hivatkozni pozitív, illetve negatív értelemben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon át kellene gondolni, hogy mit csinálnak a Kispesttel, mert nagyon motivált és elkötelezett szurkolói vannak. Ez sokaknak tudom, nem jelent semmit, mert azt mondják, hogy ha majd hazamennek. Nem. Mi egy csapatot egy életre választunk, és azt gondolom, hogy a kispestieknél is vannak ugyanilyen elkötelezett emberek, mint én mondjuk a Ferencvárosnál, akiket tulajdonképpen már csak a név, és talán csak a zászló, vagy maga az az utópia érdekel, ami valamikor volt, de azt élete végéig magával fogja hordozni. Nem csak Fradi szurkolóként annyit kérnék, ha lehet ilyet, hogy azok a döntéshozók, akik majd most eldöntik, hogy milyen kezekbe kerül a Kispest, nagyon-nagyon gondolják meg, mert Puskás klubjáról beszélünk, Bozsi klubjáról beszélünk, ami a magyar labdarúgás, akik a magyar labdarúgás meghatározó alakjai voltak. Nagyon-nagyon fontos a nemzetközi megítélés szempontjából, hogy az értékeinkkel, a valamikori értékeinkkel hogyan bánunk, hogy Puskás és Bozsi klubja érték. Hát igazán csak ennyit szóltam volna hozzá ehhez a kis balhéhoz, ami volt. A megítélés szempontjából nagyon rosszat tett a labdarúgásnak, és fegyvert ad azoknak a kezébe, akik lépten nyomon csak szarozzák a labdarúgásunkat. Ettől függetlenül hajrá magyarok, hajrá magyar szurkolók, hajrá magyar szurkolói kultúra, sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!